Hogyha én bele akarok tekinteni a valóságba, hogy ez hol is található, akkor nem szabad sehova máshova tekintenem, mint hogyha az ne a saját vágyamon belül történne. Mi úgy vagyunk megszületve, hogy hozzászoktunk, hogy nézzünk egy mozit, mint hogyha az rajtunk kívül lenne, de igazából ez minden csak a vágyunkon belül létezik. Mi küzdenünk kell magunkkal ezzel kapcsolatban, egy belső harcba kell legyünk, hogy ne egy külső mozit nézzünk, hanem magunkon belül lássuk azt. Meg kell tartsuk azt, hogy meggyőzzük magunkat egyre inkább, hogy minden csak is a saját vágyamon belül történik. Ez nem törli el a valóságot, a vágy maga a valóság. Mi azt hiszük, hogy oké, a vágy azt jelenti, hogy oké, valami, amit akarok, de még akkor is, hogyha beleütközök valamibe, az ugyancsak a vágyban van, ugyancsak a vágyhoz tartozik. Mindez, ami történik körülöttünk, az mindcsak a vágyban létezik. Erők, tehát bármivel találkozunk a külvilágban, az a vágyunkban való. Ezért van az, hogy láthatjuk őket. Hogyha nézzük a komputernek a képernyőjét, akkor miért nem látjuk azt, hogy mi ezt csak elképzeljük, amikor csak látunk mindenféle képeket a komputer képernyőn. Tudjuk, hogy elektromos erők valahogy a számítógép dobozában létrehozzák ezt a képet, és mutatják nekem a képernyőn. És ennek a világnak a szempontjából, a mi világunk szempontjából mi ezt nem egyezünk ebbe bele, hogy ez ugyanígy történik. Nem látjuk a képernyőt, mint hogy ezt a Balasulam leírja, mint hogyha egy kamera lenne a fejünk hátulsó részében, ami kivetít valamit, és akkor egy világot látunk magunk előtt, ami úgy tűnik, mint hogyha rajtunk kívül létezne. Tehát létezik egy képernyő, egy fordított tükör ott hátul, a fejünk hátsó részében, az agyunk hátsó részében, és ugyanilyen módon elektromos erők létrehozzák a képet, és akkor azt hiszük, hogy a kép az valahol kívül van előttünk, mint hogyha a kép, pedig ez bennünk van, és onnan vetítjük ki. Minél inkább megpróbáljuk a helyes képet élni, ahogy ezt a Zohar elmagyarázza nekünk, és nem pedig, mint egy biblikus történet, ahogy ezt már korábban mondtuk, akkor haladunk a valódi kép fele, a valódi valóság érzékelés fele. Látunk mindent erőként, minőségenként, és a működtető, vagy az általános erő, mindezeknek a tulajdonságnak, ez van teremtőnek nevezni, és ez a felfedés, ez az, amit el akarunk érni. És ez a felfedés, ez megint csak a vágyunkon belül történik. A forma azonosság mértékében, akkor a mértékben azonossá válunk ezzel az erővel. Fokozatosan, apránként, lépésről lépésre nekünk be kell irányoznunk magunkat ebbe az irányba. Ez egész Zohár az csak is a valóság érzékelésre vonatkozik. A Zohár segít minket, hogy visszanyerjük az eszméletünket. Nekem van egy vágyam. Ez az én vágyam. Ezen túl semmi más nem létezik. Ezen a vágyon belül létezik valami, amit úgy nevezünk, hogy Dávid, és van valami más, amit Ábrahámnak nevezünk, Izsák, Mózes, akkor talán még a József, Josef, valami más, jobb, bal, középső, három vonal, mi, amit csak akarsz. Édenkert, a bína, ima, anya. Ott meg alul, mintha a pokol, amit csak akarsz. Ez mind csak is ezen az egy vágyon belül létezik. Lehetetlen, hogy én elképzeljek valamit, vagy érezzek valamit, vagy gondoljak valamire, hogyha ez nem a vágyon belül van. Az egyetlen dolog, amit a Teremtő megteremtett, az egy vágy. Nekem el kell kezdenem felismerni a vágyamat, a saját vágyamat. Én ezen a vágyon belül létezem, és én nem tudom, hogy ez hogyan működik. Én működtetek vagyok, én működtetek valamit, én úgymond így haladok anélkül, hogy tudnám ezt. Ez az, hogy eszméletlen vagyok, egyelőre eszméletlen vagyok, és a Zohár az elkezdi nekünk visszaadja az eszméletünket, az értelmünket. Elmagyarázza nekem, hogy mi a vágyam, miből áll a vágyam, hogyan ismerhető ez fel, hogy én hogyan rendezzem el a vágyat helyesen, hogyan tudom azt korrigálni, felújítani azokat, ez mind a vágy, ez mind bennem történik. Én ezt akarom megtudni, ezt akarom megismerni, szeretném tudni, ezáltal, hogy sóvorgok, mint egy kisbaba. És akkor a körbevő fény rám ragyog egy magasabb, tisztább állapotból, és akkor az rám ragyog, és akkor én elkezdem érezni egy kicsit ezt, kicsit azt, ez az, ami létezik, ez a viszony dolgok között, és akkor elkezdem érezni, hogy ez kellemes, ez kellemetlen, ez magasabb, ez alacsonyabb,
Én egy érzést viszonyítok minden egyes koncepcióhoz. Semmi más nincs, csak a vágy és ezek az érzések. Mindent érzelmileg érzékelünk.